Így néz ki, amikor elfogy egy vízóra. Egy kis elővigyázatossággal, a vízmérők téliesítésével azonban megelőzhető a baj. A Bácsvíz ZRT idén is eljutatta fogyasztóihoz tájékoztatóját, amiben minden fontos tennivalóra felhívják a figyelmet. Az óvintézkedésekkel a fagy okozta károk is elkerülhetőek. Lakatlan ingatlanok esetében mindenképpen célszerű a belső úgynevezett házivóvízhálózatnak a víztelenítését is elvégezni. Ennek a módját nagyon könnyen el tudjuk mondani, és ezt mindenki el tudja végezni. Egy víztelenítő csap található a vízmérő aknákban, és azon a víztelenítő csapon keresztül tudják a belső hálózatnak a víztelenítését elvégezni. El kell, hogy zárják a vízmérő utáni elzáró szerelvényt, majd a lakáson belül, vagy ha van kerti csap, minden egyes vízvételi ponton a csapokat meg kell nyitni, és a víztelenítő csapon keresztül a víz kiürül a hálózatból. A lakatlan épületekben ezzel a módszerrel megóvhatjuk a falakban futó vízvezetékeket. Lakott ingatlanok esetében a vízmérőt és a vízóra aknát kell megóvni a fagyveszélytől. Erre azért van szükség, mert nagy hidegek esetében előfordulhat az, hogy annak ellenére, hogy 1 méter, 1 méter 20 mélységben találhatók a vezetékek és a vízmérő is, nagy hidegek esetében ezek is annyira átülhetnek, hogy a benne lévő vízmennyiség elfogyása törés meghibásodást okozhat. Ennek érdekében fontos, hogy ellenőrizzék azt, hogy a vízmérőaknának a fedele megfelelően zár-e, majd a vízmérőt, az aknában lévő vízmérőt és a szabadon álló vezetékeket takarják le szigetelő anyaggal. Erre hungarocell, vagy pléd, vagy egyéb szigetelő anyagok tökéletesen alkalmasak legyenek. Figyeljenek arra, hogy lehetőleg légmentesen zárják le a vízmérőt és a vezetékeket. Az akna szigeteléséhez tehát filléres alapanyagokat is felhasználhatunk, hogy megelőzzük a több tízezer forintos károkat. Tavasszal a szigetelőanyag lebontása után érdemes ellenőrizni a hálózatot, hogy történt-e meghibásodás, csőtörés. Külön szeretnénk fölhívni a felhasználóink figyelmét arra, hogy a téli időszakban a kerti csapok előtt található fagytalanító kerüljön elzárásra. Ezzel biztosítják azt, hogy a kerti csapon se történhessen elfogyás, meghibásodás. A fagytalanító csapoknak az elzárásánál mindenképpen ellenőrizzék le azt, hogy nem történik-e a vízmérőn vízfogyasztás, amikor minden egyes fogyasztási helyen elzárják a csapokat, ugyanis a fagyelzáróknak a pontos elzárása, tavasszal pedig a kinyitása megéri ezt a kis odafigyelést, és ezzel komoly vízelfolyások is kerülhetők el. A legegyszerűbben erről úgy lehet meggyőződni, ha megnézzük a vízóra fekete csillagkerekét. Ha ez áll, akkor minden rendben van. Az óvintézkedéseket érdemes tartós 0 fok alatti hőmérsékletnél megtenni. Ha a lakásban nincsen víz, az jelzi, hogy megtörtént a baj, és létrejött egy jégdugó a vezetékben. Amennyiben elfogyott a kerti csap vagy a vízóra, fel kell keresni a szolgáltatót a 0-24 órában ingyenesen hívható telefonszámon.